Nagy hagyományokra tekint vissza az STC labdarúgó szakosztályánál a nyári foci tábor. Idén kis hián meghiúsult, ám végül szerencsésen alakultak a dolgok, és az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan az Újpesttel való kapcsolatnak köszönhetően létrejöhetett az UTE STC 2020 foci tábor. Ezen az évben is terveztük, hogy a foci tábort megtartjuk, de hát a vírus sajnos kicsit közbeszólt. Aztán hogy jöttek a könnyítések, és így ezáltal mertük elkezdeni szervezni az egész rendezvényt. Hála Istennek elég szép számmal gyűltünk össze. Javarészt olyan gyerekek vannak, akik eddig is részt vettek szinte 80%-ában. Van itt új gyerek, aki Győrből jött csak ezért ide. Van, aki a Diósgyőri Egyesülettől jött ide erre a táborra. És van kettő olyan gyerekünk, akik abszolút nem fociztak még egyesületnél, de ők itt megpróbálták most nálunk. Igen, hát ennek a tábornak a szórakozás mellett azt hiszem a tehetségek fejlesztése is a cél, amire nagyon nagy szükség van az utánpótlás nevelésben, és így az STC-nek különösen, hiszen nagy terveitek vannak. Azért próbáljuk ezt mindig szervezni minden éven, hogy hát ha találunk olyan új gyerekeket, akiket ugye a saját egyesületünkhez le tudunk igazolni. Ugye említettem, javarészt azért 80%-ban a régiek vannak, ők azért az egyesületünknél vagy a susinál vannak már igazolva. Így próbálunk azért tehetségeket keresni, megmondom őszintén, hogy ugye az Újpest segítsége nagyon nagy segítség, mert egy új impulzus adnak a gyerekeknek. Hála Istennek két olyan korosztályos edzőt kaptunk, vagy tudtunk lebeszélni, akik óriási elővel majd dolgoznak a gyerekekkel, nagyon meg vannak elégedve a gyerekekkel, mind képzésben, mind technikailag, mind hozzáállásban, úgyhogy örülünk neki, hogy sikerült ezt a tábort elindítanunk. Hogy jött létre ez a kapcsolat az Újpesttel, hogy ebben a táborban is működik? Ugye annak idején 2002-ben kezdtem itt a munkát, és volt a 2005-6-os ifjúsági csapat, amiben a Sontra Tamás, most már úgy mondom, hogy úr, aki az újpesti egyesületnél ő az utánpótlás igazgató, és egy ilyen baráti beszélgetés alapján feldobódott ez a téma, hogy ha már csinálunk, akkor miért ne úgy, hogy váltsunk bele kicsit edzőileg. Nem azért, mert a mi edzőink nem jók, hanem azért, hogy egy új mozgást, új impulzusokat kapjanak a gyerekek. Következő páros, Zsombor és a Peti. Idén is sikerre van itt elve, mondhatjuk, az UTE STC foci tábor? Így van, igen. Nagyon jó hangulat a tábor, és az előző évekhez képest szintén nagyon, nagyon úgy látom, hogy a gyerekek aktívak, elégedettek, és ami a leglényegesebb, hogy örömmel jönnek ide focizni. Ahogy hallottam máshonnan, és még Győrből is van itt gyerek, sikeres ez a tábor, de mit tudhatunk rólad az UTE-ben folyó munkádról? Igen, az UTE-nél vagyok két éve, és az U9-es korosztálynál vagyok edző. Ugye szinte ez a legkisebb korosztály, úgyhogy egy éve visszam a csapatomat, akikkel most nyáron is folytatom az elkezdett foci edzéseket. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon lényeges, hogy ebben a korban is megfelelő képzést kapjanak. Ugye technikai képzésről van leginkább szó itt, és ami nagyon lényeges, amit az előbb is említettem, hogy élménye legyen a gyerekeknek a foci és gondolkodásra, illetve az életre is neveljük őket. Melyik korosztállyal foglalkozol itt a pályán, és mondtad, hogy a technikai képzésre fordítod a legnagyobb hangsúlyt. Igen. Hogyan zajlik ez? Igen, a kollégámmal, Kis Zoltánnal, ugye kivel ketten jöttünk le, itt igazából mind a két korosztállyal edzünk, most felváltva naponként cseréltük, valamelyik nap ő volt a fiatalabb korosztállyal, valamelyik nap én vagyok a fiatalabb korosztállyal. Úgyhogy
Nyilván azért itt korosztályfüggő is, hogy milyen gyakorlatokat lehet a gyerekekkel elvégeztetni, illetve milyeneket találunk ki nekik. Ugyebár ez korosztályfüggő, az idősebbeknél már egy kicsit összetettebb, egy kicsit taktikai jellegű gyakorlat, a kisebbeknél pedig a játékosabb jellegű gyakorlatok jönnek szóba. Fiatal ember vagy, de hát ezek a gyerekek már egy más korosztály, ugye ők már más körülmények, más világban nőttek fel, ahogy szoktuk mondani. Mit tudnak másképp ezek a gyerekek, vagy mit nem tudnak másképp, mint a te korosztályod? Igen, hát ugye a technika fejlődik, úgyhogy ezek a gyerekek talán kevesebb időt töltenek a szabadba, az úgymond grundokon, mert ugye a technika az mindenhova begyűrűzik, és ezek a játékok azért ugye őket is elfoglalják, lefoglalják. Én azt gondolom, hogy nagyon tájékozottak, talán tájékozottabbak, mint mi, ugye ez ered akár az internet világából, viszont néha talán egy picit, nem mindenkit, de nehezebb rávenni úgymond a mozgásra, a sportra, úgyhogy, de én azt tapasztalom itt, hogy nagyon-nagyon fogékonyak ezek a gyerekek a sportra, és tényleg szeretik, amit csinálnak. Sok labdarúgó szakembertől már megkérdeztem ezt a kérdést, igazából hát nehéz erre választ adni talán, hogy látjuk, hogy sokszor a korosztályos csapatok úgy partiban vannak az európai csapatokkal, aztán felnőtt korban valami elsiklik. Te hogy látod ezt a kérdést? Hát én azt gondolom, hogy ez a pár perc ez kevés lenne ahhoz, hogy kifejtsem azt, hogy miért is van ez. Nyilván azt mondják, hogy mindent az alapoktól kell kezdeni, tehát én is azt gondolom, hogy tényleg az utánpótlás képzés nagyon-nagyon-nagyon lényeges, ugyanúgy, ahogy akár egy nyelvtanulásnál is, ugye a legkisebb korban legfogékonyabbak az emberek bizonyos dolgokra, ugyanez igaz a labdarúgásra is. Úgyhogy szerintem, hogyha jó, megfelelő képzést kapnak most már az infrastruktúrális körülmények, szerintem jók, megfelelőek, illetve nagyon-nagyon lényeges a bázisoknak a kiépítése, tehát úgymond ez a scout rendszernek a kiépítése, a játékos megfigyelés, a játékos toborzásnak a kiépítése, és ennek a megfelelő mederbe terelése, és amit már említettem, a szakmai képzés. Mögötted milyen labdarúgó múlt áll, bizonyára te is aktív focista voltál, vagy még most is? Igen, én aktív focista voltam, most már nem játszok, és hát ugye gyerekkoromtól kezdve elég sok csapatban megfordultam, MB3, MB2-es szintig vittem, illetve futszálba pedig MB1-ig, MB1-es bajnok és kupagyőztes voltam az Aramis csapatával. Jó érzés gyerekekkel foglalkozni? Talán nehéz is, de egyben nagyon szép feladat. Igen. Hát ugye főleg a kisebb korosztálynál ugye azért talán többet kell fegyelmezni, viszont nagyon jó látni a fejlődésüket. Tehát szinte azt mondom, hogy napról napra, hétről hétre lehet látni azokat a dolgokat, amiket gyakorolunk, és ez egy nagyon jó érzés, hogy amit gyakorolunk, azt visszalátja az ember, amilyen elképzelésünk van, és a legnagyobb, legjobb dolog szerintem az, hogy tényleg, hogyha ők szeretettel űzik ezt a sportot, hogyha kedvel jönnek edzésre, mert az mindent elmond arról, hogy az ember milyen edzést tartott, miket csinálunk az edzéseken. Mert ugye a gyerek mindig őszinte, és ő, hogyha tetszik neki, akkor jön, ha nem, akkor bizony, akkor lehet, hogy nem. Már visszatérő vendég vagy itt az UTE STC foci táborban. Milyen érzésekkel, milyen tapasztalatokkal jöttél az előző évből vissza ide? Igen. Előző évben is azért jöttem, mert nagyon jókat hallottam a táborról, meg a gyerekekről. Nagyon szeretek kirándulni országszerte, és nagy kíváncsisággal jöttem tavaly. Nagyon jó tapasztalatokat szereztem. A gyerekek nagyon elevenek, nagyon nagy kedvel fociznak, jó velük foglalkozni, és ezért igazából, amikor már terveztük az idei nyarat, akkor nekem így ez benne volt a naptáramban, szívesen élek a lehetőséggel, és jövök idén is. Milyen korosztállyal foglalkozol itt a táborban? Mik a tapasztalatok? Haladó focisták a gyerekek, vagy vannak kezdők is? Hát vegyes. Van ugye 7 évestől 12 évesig,
kollégámmal úgy osszuk be a csapatokat, ahogy tavaly csináltuk, hogy két csoport, hasonló korú gyerekekkel, és mi cserélgetjük őket, hogy minél jobban megismerjük őket, és más impulzusokat tudjunk adni a gyerekeknek. Ezért ugye azt tudom mondani, hogyha a korosztályokon belül nézzük, vannak nagyon ügyes, nagyon-nagyon haladó gyerekek, akik azt gondolom, hogy országos szinten is jó egyéni képességekkel rendelkeznek, saját korosztályokon belül, és vannak olyanok, akik meg ugye hobbi focit csinálják, lehet, hogy nincsenek is leigazolva, lehet, hogy nem is járnak érkező focizni, de szeretik ezt a sportot, és szívesen töltik ezzel az idejüket a nyári szünetben. Hogyan állítottad össze az edzésmunkát, mire helyezed a hangsúlyt a foglalkozásokon? Hát az egyesületünkből hozunk ugye elképzeléseket, meg feladatokat, ahol nekünk nagyon nagy hangsúly van ugye az egyéni játékra, az egyéni technikát fejlesztő játékos feladatokra, és ugye a létszámelőnynek a gyors lejátszása, 2-1, 3-2 elleni játékokat csinálunk, amikben azért szeretünk nagyon, mert az a tapasztalatunk, hogy a gyerekek is azt szeretik. A háttérben talán látszik is, meg csináltatok felvételeket, hogy mindenhol kapu van, viszonylag magas tempóban gyorsan le kell játszani a gólhelyzetet, rengeteg gólszerzési lehetőség, amiben irányváltások, cselezések, rugótechnika fejlődik. Ugye a labdarúgáshoz és minden sporthoz a technikai tudáson túl fizikai állóképesség is szükséges. Hogy látod, hogy milyen fizikai állóképességgel rendelkeznek ezek a gyerekek? Ahogy mondtam, akik ugye azt mondom, hogy országos szinten is jó képességet megáldott gyerekek, ők szerintem nagyon jók, nagyon jól is bírják. Aki meg ritkábban sportol, kevesebbet mozog, az kevesebb intenzív futás visz bele a feladatba, ők kevésbé bírják, de ők is sokszor kerülnek gólhelyzetbe, ettől élvezik. Szerintem ezekben a kisgyermekkorban, 12 éves korig ez a legfontosabb, hogy a gyerek élvezze ezt a játékot, sok gólszerzési lehetősége legyen, motivált lesz, és akkor akár versenyzőként is tud játszani. Itt a vidéki labdarúgásban nagyon fontos a helyi utánpótlás nevelés. Hiszen ugye az anyagiak nem teszik lehetővé, hogy ilyen-olyan játékosokat vásároljanak. Az UTN-nél hogyan történik az utánpótlás nevelés? Mennyire figyel oda a szakosztály? Honnan lesi a tehetséges gyerekeket? Én az Újpestben ugye harmadik szezonomat töltöm, és nagy örömömre lokális egyesület vagyunk. Tehát újpesti gyerekekkel foglalkozunk elsősorban, amiért nagyon sokat tesz az egyesület. Bemegyünk az óvodákba, iskolákba, testnevelés foglalkozást tartunk, foci játékokat tartunk nekik, és onnan meghívjuk a gyerekeket az egyesületbe. Tehát ezért ebben mi szerintem nagyon erősek vagyunk egyesületi szinten is, és ezt tudjuk javasolni akár a Sárospataki Egyesületnek is, és hát ugye itt ez adott is, ugye, hogy a helyi gyerekekkel tudjanak foglalkozni a kollégák. Mit tudhatunk rólad, milyen játékos múlt vagy jelen van mögötted, előtted? Én azon edzők közé tartozom, akik nem a hosszú játékos karrier után kezdtek el gyerekekkel foglalkozni. Én felnőtt bajnokságban amatőr szinten játszottam csak. És hát ugye más egyetemi végzettségeim vannak, és akkor később kezdtem el csak gyerekekkel foglalkozni, először hobbiból. Aztán azt éreztem, hogy ez nekem nagyon tetszik, meg hogy szívesen csinálom, és akkor a hobbiból lett hivatás szakma. Jó érzés a gyerekekkel foglalkozni, ahogy itt a szavaidból kiveszem, nagyon szereted, felüdül az ember tőlük, nehéz talán, de szép feladat is. Igen, nekem ez könnyű. Jó, én úgy működök, hogy én a gyerekekkel nagyon szívesen foglalkozom, hozzájuk nagyon sok türelmem van. Hogyha akár fáradt vagyok, vagy akár egy hosszabb nap végén van ugye a délutáni edzés, az nekem mindig egy felüdülés, mindig plusz energiát ad. Szerintem azért jó gyerekekkel foglalkozni, mert az ember a befektetett energiáját hamar visszakapja. Egy mosollyal, egy gólörömmel, azzal, hogy szívesen jönnek, szívesen tanulnak, ilyen egyszerű ez. Na hát bizonyára már visszatérő vendégei vagytok itt az STC tábornak. Hogyan érzitek magatokat? Milyennek látjátok ezt a tábort? Szerintem nagyon jó és izgalmas, fárasztó is egyben, de jól érzem magam itt.
Hát én jól érzem magam. Hát meg jó. Én szeretem. Mik tetszenek ezeken a tábori foglalkozásokon? Tanultatok-e itt valami újat, hiszen újpesti edzők vannak itt. Hogyan látjátok ezeket az edzéseket? Hát tanulunk. Valamelyiket már ismerjük, de a legtöbb az új. És hát tudjuk hasznosítani a meccseken. Hát sokat lehet belőle tanulni, és igen, ugyanígy. Mennyire nehezek ezek az edzések? Hát így, hogy meleg van, így nehezebb, de viselhető. Hát annyira nagyon nem nehéz, de fárasztó egy kicsit. Hogyan szerettétek meg a labdarúgást, esetleg a édesapátokon keresztül? Tévében láttátok, vagy élőben láttatok foci mérkőzést? Hát én a tévében láttam, és utána láttam már kint a focipályákon, és úgy ismertem meg, és megtetszett nagyon. Milyen emlékezetes mérkőzésetek van esetleg a susiban, vagy a iskolai labdarúgó csapatban, amire szívesen emlékeztek vissza? Hát egy futszel tornán volt a első meccs. Nyíregyháza Spartacus ellen 1-0-ra nyertünk. Milyen szerepkörben játszol? Hát középpályán meg védőként. És neked? Nekem a volt, ez is futszel tornám volt. Tiszaújvárosban az utolsó meccs, a döntő meccs, hogy elsők leszünk-e vagy másodikak, és akkor ott azok a gólok. Vannak-e példaképek, és mit szeretnétek majd elérni a labdarúgásban? Hát a példakép az Messi. Szeretnék így nagy pályán focizni. Hát nekem is Messi a példaképem, és hát az NB1 a kitűzés. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy új lendületet is kapott az utánpótlás nevelés a Susi STC kapcsolata. Próbáljuk, hála Istennek, ugye sikerül, úgy néz ki, hogy sikerül a megye egybe az indulást elérnünk. Ugye a gyerekeknek példaképet kell mutatni, és ugye a Susi azt tudjuk, hogy 14 éves korig nevel, és 14 éves kor után mi sportoltatjuk tovább a fiatalokat, és próbálunk a felnőtt csapatnál egy olyan eredményeket elérni, hogy a gyerekek ne menjenek más egyesületekhez, és nem fogok mondani egyesület neveket, hanem maradjanak itt nálunk, és itt folytassák a pályafutásukat. Ha már szóba került a felnőtt csapat, ugye izgatottan várják a sárospataki szurkolók, hogy mi lesz vele. Egy fura bajnokságnak lett vége, ahol torony magasan vezetett az STC, de hát ugye nem avattak bajnokot, és hát nem tudják, hogy mi lesz a feljutással, hol szerepel majd a csapat. Így van, hivatalosan, tehát az MLS határozat szerint nekünk a megye 2-re kell leadnunk a nevezésünket, ugye sajnos a vírus helyzet miatt, mert nem bajnokok lettünk, csak az első helyen végeztünk a lezáráskor, ezért a 2020-21-es bajnokságban is megye 2-re kell nevezni a csapatunkat, de a hírek és ugye a egyéb nyilatkozatok alapján bízunk abban, hogy megye egybe fogunk indulni, mert az egyesületet felkérték, hogy nyilatkozzon arról, hogy a 2020-21-es bajnokságban vállalja a megye egyes szereplést. Remek körülmények vannak most már itt a Sárospataki Torna Klub pályáján. Azt hiszem, ez is adott a táborhoz. Milyen napi rendszerint hogyan alakul a tábor? Hála Istennek, ugye ez a műfűves pálya nagyon jó, és ugye az esőzések, amik most voltak, sajnos a center pályát kicsit meglágyították, ezért most ezen edzünk. A tábor napirendje reggel 8:30-ig ide érnek a gyerekek, utána egy 10 óraival kezdünk, mert ha esetleg valaki nem tudott vagy nem akart reggelizni, ugye a délelőtti edzést ki kell bírni, a éjgyomorral nem lehet edzeni. 11:30-ig tart az edzés, 11:30-től van egy úgynevezett levezető foglalkozás, ami a gyerekeknek csak labdával, akár csocsóval, akár, de csak labdás foglalkozás van, tehát a foci körülforog minden. Délbe ebédelünk, durván ezzel egy óra magasságáig eltart, akkor egy ilyen csendes pihenőnek nevezett, de ami nálunk nem csendes, mert ugye a gyerekek állandóan mozognak, eltart 13:30-ig, 13:30-től pedig durván olyan 15:45-ig van egy új edzés, és utána egy uzsonna, és akkor 4 óra után pedig mindenki megy haza. Jó érzés itt a gyerekek körében mozogni, az ember egy kicsit felfrissül a környezetükben.
Így van, ugye nekem a saját részemről, nekem a két nagy gyerekem van, de ugye az egyesületnél van az U7-es korosztálytól fel az U19-ig. Ez mindig jó, mert új impulzusokat ad az embernek, a szakmai vezetés iránt is, meg ugye mindig új gyerekekkel, tehát új problémákkal kell megküzdeni, úgymond megküzdeni, de ez jó érzés, mert ugye a gyerekek azért jönnek ide, mert ha jól érzik magukat, jól foglalkoznak velük, akkor jövőre is valószínűleg el fognak jönni. Hogy látod, vannak ügyes, tehetséges gyerekek az utánpótlásban? A legidősebb játékosunk 12 éves, ugye ők most fognak felkerülni, ha jól számoltuk ugye a korosztályokat, akkor az U14-es csapathoz, bár ők lesznek a legfiatalabbak, de nagyon ügyesek. Ugye az Újpestre jövő edzők annyira nem ismerik őket, de már most mondták, hogy a gyerekek akár az ő korosztályos csapatukban is némelyik megáll már a helyét. Sátoraljóhelyen több fronton is folyik a kosárlabda utánpótlás nevelés. Az STK felnőtt csapata mellett a DVTK Kosárlabda Akadémia és a Szlovák Iskola Fürgegyék Egyesülete foglalkozik a gyerekekkel. Utóbbi két csoportban kosárlabda tábort szervezett, ahol a sport mellett nyári kikapcsolódásban is része lehetett a gyerekeknek. Több éve rendszeresen szervezünk ebben az időpontban kosárlabda tábort azoknak a gyerekeknek, akik egyrészt aktívan sportolnak egyesületben, vagy a helyi Diósgyőri utánpótlás csapatokban, vagy a Fürgegyik Diasport Egyesület csapataiban. Másrészt szerettünk volna lehetőséget nyújtani a gyerekeknek és a szülőknek, hogy ezek a gyerekek hasznosan töltsék a szabad idejüket. Ezért vannak olyan gyerekek is, akik most ismerkednek a sportággal, és hát igyekeznek elsajátítani az alapokat. És mi meg törekszünk arra, hogy ezeket a gyerekeket, hogyha lehet, bevonjuk majd a aktív kosárlabda életbe, és esetleg a bajnoki mérkőzéseken is szerepeljenek. Milyen az érdeklődés a kosárlabda iránt a gyerekeknél? Azt mondhatom, hogy a létszám az fúlos, 25 gyerek van, úgyhogy többet már nem is nagyon tudunk foglalkoztatni, mert a termeink kicsik. Így is két terembe tartjuk az edzéseket, pontosan azért, hogy jobban elférjünk, és a feladatokat meg tudjuk csinálni úgy, hogy ne zavarják az egymást a gyerekekkel közben. Mire helyezed itt a hangsúlyt ezeken a foglalkozásokon a kosárlabda oktatásban? Tekintettel arra, hogy hosszú időszakon vagyunk túl, amikor a gyerekek túlzottan nem mozogtak, ezt mindannyian tudjuk, tehát szerettünk volna egy kicsit a fizikai állóképességüken is javítani, de elsősorban a technikai tudásokat igyekeztünk csiszolni. Ennek a tábornak azt hiszem a kosárlabda oktatáson túl, hát egy kicsit a nyáron a vakáció is témája lehet. Milyen napi rendszerint zajlanak itt az oktatások? Természetesen azért amellett, hogy heti vagy napi két edzésünk van, igyekszünk olyan foglalkozásokat is szervezni a gyerekeknek, amiben igazából jól érzik magukat, és lubickolnak szó szerint, ugyanis itt a mellettünk lévő uszodát rendszeresen naponta meglátogatjuk. Egy-másfél órás időtartamra átmegyünk, hogy felfrissüljenek a gyerekek, de voltunk a kalandparkban is, kint a szabadidőben fakultatív jelleggel lehet bármilyen sportágat gyakorolni, amire nekünk itt lehetőségünk van. Gördeszkáznak, görkorcsolyáznak, tollaslabdáznak, tehát más sportágakkal is megismerkednek, amellett pedig barátságok szövődnek. A haladó korosztálynak a Georgi Konszak középiskola tornaterme volt az otthona a tábor alatt. Megkezdtük hétfőn a tábort, két csoportra osztottuk őket. A szlovákban maradtak ugye a kisebbek, a kezdők, itt pedig már a nagyobbak, úgymond a haladókkal dolgozunk. Váltásokban dolgozunk, hol Móri Csaba, Mohai Peti, vagy jó magam vagyunk itt velük forgásban, és igen, ezek már haladó szintű játékosok. Többen már játszanak klubcsapatban is. Mire helyezed itt a hangsúlyt ezen a táborban a képzésen belül? Igazából minden edzőnek megvan a saját maga képzése, saját maga feladatai. Tehát én most, akik itt vannak a DVTK Akadémián, akik már nagyobbak, tehát középiskolások, tehát nekik én tudok mutatni alapmozgásokat, de ők nyilván mást fognak
tanulni a DVTK Akadémián, de lehet, hogy ami mozgásokat mi tanítunk itt nekik, az megmarad valamilyen szinten a fejükbe, és fogják tudni alkalmazni a jövőben. Akik ugye még általános iskolások, mert itt vannak általános iskolások, őket pedig ezekkel a feladatokkal tudjuk fejleszteni. Hogy látod, mennyire lehetett megszerettetni itt az utóbbi időben a gyerekekkel a városban, illetve a környéken a kosárlabdát? Igen, a gyerekek mostanában nem nagyon szeretnek már mozogni, ez megfigyelhető. Szerencsére nálunk azt mondom, hogy azért vannak gyerekek. Nyilván sokkal jobb lenne nem 20 gyerekkel, hanem 30 gyerekkel dolgozni. Mi mindenkit szívesen várunk, de akik vannak, azokat is ugye fejleszteni kell, és mi ezen dolgozunk. Van itt egy segédőt is, Mohai Peti, aki már él van a beli kosárlabdázó, is volt korosztályos válogatott is, ha jól tudom. Ő miben tud segíteni? Hát megosztjuk a feladatokat. Tehát megosztjuk körülbelül a pályát, vagy hosszába a ketté, vagy félpálya, és ő elmondja a feladat első részét, vagy a teljes feladatot. Ha teljes feladatot mond, akkor az ő feladata, hogyha én mondom, az enyém, de valamikor megfelezzük, hogy ő berakja a feladat első felét, én meg a második felét, kiegészítjük egymást. Sportolóknak jó, hogyha van példakép, azt hiszem a itteni gyerekeknek te lehetsz egy példakép, hiszen megjártál többi javonalbeli csapatot, és a korosztályos válogatott tagja is voltál. Most úgy tudom, már abba hagytad a kosárlabdát, de mit adott neked a kosárlabda innen Sátoraljaújhelyből indulva? Igen, alapvetően sajnos nekem sérülések, tehát egészségügyi problémák miatt kellett úgy döntenem, hogy felhagyok a profi kosárlabdával. Mindenképpen olyan szintű tapasztalatot adott, olyan szintű képességeket a csapatban való együtt dolgozás terén adott a sport, ami azt gondolom, hogy később lehet kamatoztatni az élet bármely területén, úgyhogy azt gondolom, hogy az itt jelenlevő gyerekeknek is egy olyan szintű készséggel tudja őket ellátni, amit fognak majd tudni hasznosítani a magánéletben is, hogyha úgy alakul. Mit tanácsolnál azoknak a kosárlabda palántáknak, akik szeretnének majd magasabb szintre eljutni? Hát alapvetően szerintem folyamatosságban és a tényleges elhivatottságban rejlik a titok. Nem feltétlenül kell csodát várni még utánpótlás korosztályba gyerekektől, tehát U14-ig bezárólag, de az, hogy folyamatosan minden nap és valójában egy jól felépített edzés mentén tudjanak fejlődni a gyerekek, akkor azt gondolom, hogy el lehet jutni valójában elég magas szintig. Milyen érzés volt most hazajönni itt a kiinduló ponton segíteni a munkát a kosárlabdában? Mindig nagyon szívesen jövök igazából, Csaba bácsival is nagyon jó kapcsolatot ápolunk, én azt gondolom, és szívesen adom át, vagy próbálom meg átadni a gyerekeknek azt, amit én is korábban el tudtam sajátítani. A felnőtt csapat mellett most már az utánpótlással is foglalkozol. Milyen feladat ez az utánpótlás nevelés? Megmondom őszintén, roppant nehéz, mert azért is, mert hogyha nincs kedvük futni, akkor nem tud mit csinálni egy edző. Valahogy rá kell őket venni arra, hogy fussanak. Ezt én úgy vettem észre, hogy egy dologgal lehet elérni, ha versenyszerűen kell futniuk, tehát azt mondom, hogy 10 pontig, 10 bedobott zicser, 10 bedobott tempó, akkor fognak szaladni, de egyébként nem nagyon akarnak ők futni. Lesz jövője a kosárlabdának a térségben? Merem remélni, hogy lesz. Nem szeretnénk abba hagyni a kosárlabdát, azért csak van egy 20-25 éves múltja, még több is, csak amióta én Újhelyben vagyok, az a 20 év. Azért mondtam ezt a 20-25 évet. Régebbre nyúlik vissza a kosárlabda, de csak lesz folytatása, és persze van hagyománya a kosárlabdának.